vannak emlékeim. Most jöttem gyalog a múzeum körúton, hogy éjszaka jöttünk be ide, mert most ez a rádió, a Volt Magyar Rádió területén vagyunk. Ide jöttünk be éjszaka. Éjszaka dolgoztunk, és valamikor 1:30-2 körül mentünk haza. Én nem kocsival jöttem, mert nem tudtam volna megállni, meg nem volt hely, nem volt parkplac, meg mit tudom én akkoriban. És hát itt találkoztunk az egész stáb, és itt dolgoztunk. Akkor itt volt az, hogy egyszer azt mondja az Attila, hogy Pista, ez nem jó. Jó, mondom, akkor még akkor tovább csináltam. Közben a kollégáim bennültek, és valami fotballvilágbajnokságról való részleteket néztek. Senki nem figyelt arra, hogy én mit csinálok. Én ott ültem, körül voltam a hangszerekkel, és mindig játszottam. És azt várjál, berohant, ez az, Pistám, ez az. Most már látom a szemem előtt, ahogy megy. Így, na erre gondoltam. Kiderült, hogy akárhol viszik, akár külföldre, akár a béketáborba, akár a kapitalizmusba, mindenütt siker és mindenütt igény van rá. Uh-huh. Szóval, és a gyerekek úgy imádták, hogy ezt el nem tudom neked mondani. Hát ez valami... Olyan visszajelzések, találkoztunk, hogy voltunk, nagyon sokat jártunk külföldre a zenekarral, és hát sokszor találkoztunk. Dániában mondtuk, hogy mi játszottunk. Ti játszottátok a Süsüt. A jazz fesztiválon voltunk Dániában. Akkor ti játszottál? Igen. És hát az valami fantasztikus, mondta, és kezdett nekem magyarázni a rendezője a hajzének, a koppenhágai televíziónak, aki jazz fölvételt akart velünk csinálni. És onnantól kezdve majdnem átment az egész abban, hogy most kéne akkor a Süsűből játszunk, mondtuk, hogy hát nem akarjuk ezt, nem akarunk. Mi az egy csodálatos remek mű, amit egy olyan ember csinált, aki ezt csinálta, aki ezzel foglalkozott. Olyan emberek voltak benne, tehát mi ezt nem tudjuk mi ezt külön választani. Mi vagyunk a zsoldosok. Kedvünk sosem be okozott, kardoszláncsát hordozott, ruhánk mégse foltozott. Mi nem akartuk ebből dalokat kiragadni. Nem akartuk, hogy ez kötődjön csak a Süsűhöz, ehhez az egyfejűhöz, aki itt van mögöttem, ahhoz kötődjön. És akkor mondták, hogy hát azért mégis el kellene, hogy valahogy játsszuk. És emlékszem, Attilát kértem meg arra, hogy jöjjön már el. Őkünkben minden fölvételünkön, ami ezzel kapcsolatos, de ami valami ilyesmivel kapcsolatos volt, ott ő mindig ott volt, segítőként, rendezőként. És mondom, hogy gyere már el, nézd meg, mit tudnánk csinálni. És akkor ő is elkezdett gondolkodni rá, és azt mondta, hogy jó, ezzel nem kell semmit, azt mondja, valahogy a dalokat kellene úgy összefűzni, mint ami koncert is, meg nem is, és akkor egy délutáni koncerten, ahol a szülők eljönnek a gyerekeikkel, tehát a szülők a saját gyerekeikkel, így jött el körülbelül 8-10 ezer szülő azzal a 10-15 ezer gyerekkel. Süsű!